Két év kihagyás után április 15-én újra lesz a répafőző fesztivál. A miklósfai programot, eltérve a hagyományoktól, idén nem januári időpontban tartják. Mint a keddi sajtótájékoztatón elhangzott, a szervezők ezzel azt szeretnék elérni, hogy minél több látogató kóstolhassa meg szabadtéren a kerek répából készült finomságokat. A korábbi évek sikere arra inspirálta a szervezőket, hogy kilépve a mindenki háza falai közül szabadtérre vigyék a versenyt, ahol kézműves foglalkozással, színes kulturális műsorral, sztár fellépővel és utcabállal várják az érdeklődőket. Az eseményre a megszokott módon három kategóriában lehet nevezni, árulta el Lajkó Mihály, a Miklósfai Közművelődési és Városszépítő Egyesület elnöke. Két év kihagyás után idén április 15-én kerül megrendezésre a 21. répafőző fesztivál Miklósfán. A rendhagyó időpontot az indokolja, hogy az eddigi nagy érdeklődésre és sikerre való tekintete megpróbáltuk a rendezvényt kivinni szabadtérre, hogy minél többen tudjanak ellátogatni és részt venni, valamint répás ételeket kóstolni. A megemelkedett energiaárak miatt a mindenki háza sincs könnyű helyzetben, így az intézmény vezetése igyekszik minden pályázati lehetőséget megragadni. Nemrégiben 2,7 millió forintot nyertek, ennek egy részét a szabadtéri programoknál használható eszközeik fejlesztésére fordítják. Ennek fő célja a közösségi élet és a közösségi tér fejlesztéseit Miklósfán. Ezen pályázat keretében lesz lehetőségünk az udvaron elkészült padok fölé fedést készíteni, ezáltal a élettartamukat jelentősen meghosszabbítani, sokkal komfortosabbá tenni a rendezvényteret a mindenki háza udvarán. Többek között lehetőségünk lesz még jelmezek beszerzésére, befejlesztésre, marketing tevékenységnek a felerősítésére, illetve szeretnénk hozzájárulni a ház működési költségének a fenntartásához is, hogy minél könnyebben átvészeljük ezt az évet is, és minél több színesebb programmal készülhessünk a helyi és ide látogató vendégeknek egyaránt. A répafőző versenyről bővebb információ és a nevezési lap megtalálható a www.miklosfa.hu weboldalon.